maximum sajnos. Úgy tűnik, hogy most egy jó teljesítmény is csak a 7., 8., 9. helyre elég. Minden esetre azért érzem magam egy kicsit jobban, mint a Szlovákia Ringen, mert legalább az első 10-ben benne vagyunk, hogy ez pontverseny szempontjából mindig fontos, de az alapprobléma az sajnos nem változott. Köszönöm, thank you. Csókolom. Ebben az idős táblához egy viszonylag rövid pályán is több mint egy másodpercet kapni, úgyhogy tényleg igyekeztem, megpróbálkoztam, az nagyon nagy különbség. Úgyhogy, mint mondtam, örülök a 8. helynek, megint a 2. futamon lehet kis szerencsével sok pontért harcolni, de összességével. A probléma a továbbra is ugyanaz, hogy túl lassúak vagyunk. Tudtam volna ezen a köridőn javítani, de nem láttuk értelmét, mert annyit nem tudtam volna javítani, hogy Q3-ba kerüljünk. Azt meg nem szerettem volna, hogy a 8-ról a 7. vagy a 6. legyek, mert nyilván a 2. futamon ez rosszabb rajtpozíciót jelent. Mi volt az utolsó? Az első szektorban javítottál már. De mennyit? Egy tizedet javított az első, a második pedig pár századdal rosszabb volt. Már nem tudtam, hogy túl vagyok el a szektorban, vagy sem, tudod? Nem, de valós bajsból mondom, gyorsan még egyszer megkérdezem. Egyébként egyszerre nyomtuk.